Hogyha visszagondolunk gyerekkorunk esküvőire, akkor a legkedvesebb emlékeinkben egy sátras lagzi van, biztos, hogy mindenkinek. Hogy kint vagyunk a szabad ég alatt, halljuk a madarak csipogását, természetes fények vannak, jó illatok vannak, kint kondérba főnek az ételek. Ezt gyakorlatilag egy sátras lakodalommal lehet a mai 21. század világból is visszahozni. Persze picit modernebbnek kell lenni, hófehérnek kell lenni, tele kell, hogy legyen lampionokkal, karácsonyfa égőkkel, csodálatos fényekkel, mindenféle olyan modern vívvánnyal, ami most már hozzátartozik a 21. századi esküvői világhoz, de ettől függetlenül mégiscsak egy sátorról beszélünk. És ez annyira megfogja a párokat, hogy semmi másra nincs szükségük. Itt van mögöttünk ez a gyönyörűséges fogadó, és talán a párok 10%-a választja. Nem kell nagyobb talány, mint a természetben kint lenni. Ezt a múlt hétvégén is bővítettünk. Most azt látjuk, hogy a kapacitásunk az egy olyan 300 főnél gyakorlatilag meg fog állni, tehát 300 fő tudunk kényelmesen úgy befogadni, hogy azt ráadásul körasztalokkal le tudjuk ültetni, és marad egy csodálatos tánctér, marad helye a zenekarnak, kényelmesen a főasztalnak. Jelen pillanatban 300 fő a maximális kapacitásunk. Ez mellett található még közvetlenül a sátor szomszédságában egy csárda, ami ilyenkor egy ilyen kis kocsba két egy ilyen söntésként üzemel, tehát a vendégek átjárhatnak oda italozgatni, egy picit beszélgetni, és közben a sátor teljes környezetébe ilyen kis kerti kiülők, ilyen kis fröccsteraszt jellegűen ki lehet ülni, és így sörözgetni, borozgatni, dohányozni lehet. Nagyon szeretik, nagyon hangulatos. Minden évben meg kell újulni a sátorral kapcsolatosan, még akkor is, hogyha a hófehér ponyva marad, de mindig picit újítunk az álmennyezeten, picit a világításon, a lampionokon, a sejmeken, a fodrokon, ami viszont azt gondolom, hogy talán ki is jelenthetem, hogy Magyarországon egyedülálló, hogy mi gondoltunk egy nagyot, és a térkő talapzatot egy ilyen kis krémbézs színű szőnyeggel fettük be, úgyhogy gyakorlatilag itt van egy 300 négyzetméteres szőnyeg talapzat, amin azt kell mondanom, hogy 10 óra után már mindenki mezítláb táncol, és nagyon kényelmes, nagyon szeretik. Fotó és videó szempontból is én azt gondolom, hogy a médiának ad egy nagyon kellemes árnyalatot, hogy ilyen világos színekkel van a sátor befedve, mind az álmennyezetileg, mind pedig a talapzatilag. Abszolút nincs különbség egy sátras lakodalom és egy éttermes lakodalom között. Semmilyen dekorációs vagy berendezési költsége sincsen. Egyszerűen az alapján választanak a párok, és általában ugye egy esküvő szempontjából mindig a nő választ. Tehát a mennyasszony az alapján választ. Mi az, amiben beleszerelmesedik? Ide jön, meglátja, és azt mondja, hogy én el tudom képzelni. Hallom a hangokat, érzem az illatokat, látom magam táncolni. Látom már magam vissza a fényképeken, és egyszerűen valaki beleszeret a fogadó csodálatos márvány palotájába, valaki pedig inkább a természetet kedveli.